akkor megint előjövök a szokásos viccelődésemmel. Az előző előadásban hallottuk, hogy a mágia nem ismer lehetetlent. És ismerjük azt a mondást, hogy omnia vincit amor, és akkor a témában már mindent tudunk. De hát azért ennél egy kicsit bővebben ki lehet fejteni a dolgot. Újat nem hiszem, hogy nagyon lehet mondani a hallgatóságnak. Itt egy bizonyos rátekintés fog hangsúlyt kapni, egy bizonyos szögből megforgatjuk a témát, amennyire lehetséges összefoglalóan, hogy ez némi praktikus hozadékot jelentsen számukra a későbbiekben, meg abban az adott pillanatban is akár. Tehát megint nem lesz szó hókusz-fókuszról, hanem egy speciális áttekintésről. Hát ugye a téma a szexualitás mágikus aspektusai, azon belül a vonzás. Volt egy amerikai szerző, Pascal Beverly Randolph, aki Mágia Sexualis címmel írt egy kis könyveskét, különböző praktikus kitételekkel, illatszer készítésen keresztül a mágikus tükrökig és a különböző törekvőknek a mágikus színei kiválasztásáig. Ott tulajdonképpen ezen ambivalens módon értékelhető könyv egy tradicionális és valóban spirituális állítással nyit. És ezt kell egy kicsit megmagyarázni. Azt mondja, hogy a polaritás megteremtése révén bármit magamhoz tudok vonzani. Ez egyrészt szexus, másrészt mágia. Ez lehet alacsony szexus, lehet alacsony mágia, és ugyanennek a két területnek magasabb aspektusa is. Vagyis ural. Tehát az egyikben áldozat vagyok, és tárgy, másikban úr és alany. Ugyanis a polaritás tulajdonképpen az, ami a világnak a hátterében áll. Mondhatjuk még a dualitást is. A polaritás esetében rangsorbeli hangsúlyokról is szó van. Dualitás esetében első menetben, ha nem vizsgáljuk meg a dualitás komponenseit, akkor elvileg egyenrangú komplementer minőségekről is szó lehet. Tehát nem azt mondjuk, hogy a polaritás és a dualitás a világ oka, mert ez lapos kijelentés lenne. Nem sokkal visz messzebbe ugyan, mert kijelentés, de azt mondjuk, hogy a polaritás és a dualitás a világnak az alapja. A világ hátterében áll. És ilyen módon azt lehet mondani, hogy a szexus maga a polaritásként felfogható és legtágabb értelemben vett szexus a lét és a létezés alapja. Mi minden mágia célja? Mármint annak a mágiának a célja, amely elvileg nem ismer lehetetlent. Ennek a mágiának az a célja, hogy minden lehetséges és nem lehetséges világnak az ura legyek. Sőt, minden lehetséges és nem lehetséges világnak nem hogy az ura legyek, hanem én magam legyek az. A helyzet nem ez. Alapvetően a polaritás és a dualitás világában találom magam. Ezt kell visszateremtenem, amennyiben ezt célként jelölöm ki önmagam számára. És a visszateremtés bizonyos értelemben, ahogy Randolph mondja, magamhoz vonzás. De ez tulajdonképpen
féloldalas kijelentés. Mert nem csak magamhoz vonzás, hanem szabadon magamhoz vonzás és eltávolítás önmagamként és önmagamból fakadóan. Mert mit jelent a magamhoz vonzás? Tulajdonképpen, ha most csavarunk egyet a dolgon, akkor mégiscsak alkalmazható ez a hasonlat, ami valóban pusztán egy hasonlat. Ugyanis, ha magamhoz vonzok valamit, vagy valakit, akár egy istent, mágiában alapvetően erről van szó, vagy egy istennőt, akkor azzal megteremtem. Mert hol van az, amit még nem vonzottam magamhoz? Ez a kérdés. Valamiféle rezervoárban, vagy valamiféle latenciában? Ott is lehet, de alapvetően potencialitásban van. És alapvetően, ha valamit magamhoz vonzok, azzal megteremtem. Akként, ahogyan az unióban részt vesz. És tulajdonképpen önmagamat is megteremtem azzal, ahogyan én részt veszek az unióban. Mert vegyünk egy egyszerű hétköznapi példát. Az a nő, akivel unióban egyesülök, akinek az irányában mondjuk vonzást érzek, és mondjuk ez kölcsönös, és magamhoz vonzom, vagy ő vonz önmagához. Ezt majd később taglaljuk, de vegyük most ezt. Valamiként van, de biztos, hogy nem úgy, mint amikor maga az egyesülés totalitása bekövetkezik. Nyilvánvalóan érzékszervi lényként is van. De ha pusztán érzékszervi lényként lenne, akkor maga a vonzás, mint aktus és mint hatóerő nem létezne. Ez az érzékszervekben is megjelenő erő és tapasztalás aztán kulminálódik, ugyebár a fizikai érintés élményében és tapasztalásában. Tehát ott tulajdonképpen valami kiteljesedik, ami úgy, ahogyan kiteljesedik, nem volt meg. A tudatomban volt esetleg elképzelésként, gondolatként, fantáziaképként, vágyként, rossz esetben, és sajnos az esetek többségében az előző hasonlatos élményekhez való behasonlításként, és így tovább. De amikor maga a vonzás perfektuálódik, vagyis az unió létrejön, akkor valami új lény teremtődik, így is. Ezt meg kell érteni. Tehát, ha egy istent megidézek, akkor azt az istent megteremtem. Ha egy istent magamhoz vonzok, akkor azt az istent megteremtem. Ha az istent képes vagyok megteremteni, akkor fölötte állok elfben. Természetesen a mágiának léteznek különböző szintjei, de mondjuk próbáljuk meg ebben a legmagasabb aspektusában megragadni. Mert lehetnek könyörgések, lehetnek kényszerítések, lehetnek ráolvasások, varázs, alacsonyabb értelemben vett varázsigék, amikor megidéz az ember valamit, de annak nem ura. Próbáljuk meg ideálisan felfogni a kérdést, és úgy, abban a pontban, amely valódi uralmi pontot jelent. Tehát, ha polaritásról beszélek, és magamhoz vonzásról, akkor rangbeli különbségről van szó, és a polaritásban megnyilvánuló hatóerő integrációt hoz létre. Ezt egyesülésnek nevezzük. Ez az egyesülés, amíg létezem, megvan. Mert bár a világ tőlem leválasztott, és tőlem különböző egy adott értelemben, egy nagyon nagy mértékben, mégsem mondhatom azt, hogy tökéletesen különböző tőlem. Hiszen érzékelem például, tehát az érzékelés révén, ha csak konstatálom is, de konstatálom azt, hogy a tudatomban van.
mert hogy egy tudat van. Tehát tulajdonképpen a mágiában önmagamat teremtem meg elsőlegesen, egy olyan pólusként, amely az egész létet és az egész nem létet képes varázsolni egymásba, oda-vissza. Szanszárát a nirvánába, a nirvánát a szanszárába, és így tovább. Tehát ahhoz, hogy erre képes legyek, önmagamban ezt a pólust szeparálnom kell, ezt a pólust meg kell teremtenem. Különben nem tudom a létteljességét magamhoz vonzani, nem tudok a létteljességével egyesülni. És ez, ha nem vagyok képes, akkor nem vagyok képes a létteljességet uralni. Ugyanez van aspektuális kérdésekben is, és különböző szinteken. Tehát bármit ennek az analógiájára teszek, és ez szexuális analógia. Mert van egy pólus, van egy centrum és egy periféria. Van egy pólus, van egy tengely, amely köré varázsolom a világot. Felvetődik az a kérdés adott esetben, hogy nincs arról szó, amikor azt mondom, hogy az egész létet és az egész világot szexuális analógiára fel tudom fogni, sőt, minden mozgásban a szexus tudok megragadni, hogy nincs arról szó, hogy a dolgokat egy egyszerű pszichológiai alapon túlszexualizálom, úgymond vannak olyanok, akik ezzel a kifejezéssel élnek. Erre a válasz az lehet, hogy igenis lehet, meg nem is lehet. Ugyanis, hogyha függésben vagyok a szexualitástól, a szexustól, ha a szexusé vagyok, akkor ez egy negatív hozzáállás. Ez egy tulajdonképpen egy freudi hozzáállás. Freud nyilvánvalóan önmagából indult ki, amikor mindent a szexusnak az állati, animális és alacsonyabb aspektusára vezetett vissza egyrészt. Másrészt pedig ezt általánosította, és tulajdonképpen az egész létezésre kiterjesztette. Ez egy áldozatnak, ez egy pasúnak a felfogása. De ha akár gondolkozásbeli higgat rátekintésben ragadom meg a dolgot, akkor nem lehet túl szexualizálni a kérdést. Nem lehet a szemléletet túl szexualizálni. Mert amíg világról van szó, addig erről van szó. Sőt, bizonyos más aspektusban azt lehet mondani, hogy amíg a világról van szó, addig a nőről van szó, és amíg a nőről van szó, addig a világról van szó. Ha az ember nőkről beszél, akkor a világról beszél. Ha az ember a világról beszél, akkor nőkről beszél, vagy a nőről beszél. És beszélni pedig csak a világról lehet. Értelemszerűen. Ami a fölött van, vagy azon túl van, arra legfeljebb utalni lehet. Tehát mindig az a kérdés, hogy alávetett vagyok, vagy nem vagyok alávetett. És egy adott szinten értelmezve, vagyok-e alávetett, vagy nem vagyok alávetett. Összefoglalva, a mágikus műveleteknek a szexuális szimbolizmusát, itt, illetve általában a szimbolizmusát, önmagamat, mint mágust meg kell teremtenem, és a tárgyat, amire hatok, meg kell teremtenem. Mert ami magától van, az ellenem van. Ami adott, az ellenem van. Tehát ezt nekem kell megteremtenem, és tulajdonképpen ennek az elvnek a műveleti megoldása rengetegféle. Ez csak egy elv. Ugyanígy a szexusban. A nőt ideálisan meg kell teremtenem ahhoz, hogy most már beszéljünk egy kissé alacsonyabb szintről, hogy az androgynoszt meg tudjam teremteni önmagamban. És mindig
Alapvetően ideális teremtésről van szó, amennyiben mágikusan tekintjük. Ha közönségesen tekintjük, akkor a férfi és többnyire a hinnemű egyed egyszerűen áldozatává válik valaminek, amit vonzásként tapasztal meg. De most induljunk ki először az uralmi lehetőségekből. Tehát meg kell teremtenem a nőt. Ideálisan kell megteremtenem. Ugyanúgy, ahogy a létet meg kell teremtenem. És ennek vannak különböző műveleti, szemléletbeli aspektusai és szintei. Evola mondja, tulajdonképpen ő csak összefoglalja a tanításoknak az erre vonatkozó részét, hogy a szexualitás varázslat, tehát mágia. És tulajdonképpen az, annak alapján, amit eddig elmondtam, vagy összefoglaltam, azt lehet mondani, hogy ebben a kiterjesztett értelemben a szexus azért a legnagyobb varázslat, mert tulajdonképpen ez a varázslat. Ez a varázslat. Ennek a varázslatát éli meg még transzcendenciaként a modern ember. Ez az egyetlen, ami maradt neki. Erre is egyébként Evola utal. Hát a szentség körén belül ez az egyetlen, ami valódi hatóerővel, pontosabban a legintenzívebb hatóerővel jelentkezik. Ez az egyetlen. Tehát a varázslat felfogható szexuális szimbolizmusban, és a szexuális működés a lehető legtávolabbi értelemben felfogható, és fel is kell fogni varázslatként. Eddig a varázslónak a szemszögéről beszéltem többé-kevésbé. De nézzük meg a hétköznapi életben, és itt most vonatkoztassunk el attól, hogy ennek esetleg pszichologizáló mellékíze lehet, amit mondani fogok, hogy tulajdonképpen ez az az erő, ami életeket képes átvarázsolni. A hétköznapi életben is. Mindkét félnek, mindkét érintett félnek az életét képes átalakítani. Tulajdonképpen ez független attól, hogy ki csinálja. Mert ez egy valóban hatóerőként jelentkezik. Ezt az erőt régebben, hogy most csúnya szót alkalmazok, csatornázták, tehát mederbe terelték, és szabályozott módon kezelték. A leányt férhez adták, legénynek meg leányt szereztek. És ugye mi történt? Tehát azért mondom, hogy lehet egy pszichologizáló mellékíze a dolognak. Mi történt? Az addig életük teljesen átalakult. Egy új szituáció alakult ki. És ebben az új szituációban a szexusnak az ereje működik. Pontosan a szexusnak a varázslata, a szexusnak a mágiája ragadható meg. Még akkor is, hogyha szabályozott. Ha szabályozatlan, akkor nyilvánvaló nagyobb annak a veszélye, hogy aki hozzájúl ehhez az erőhöz, az áldozatul esik. Tulajdonképpen a modern ember áldozatul esett ennek az erőnek, és egyben kezd ki is esni ennek az erőnek a hatóköréből is. Mit akarok ezzel mondani? Egyszerűen odaadta magát, teljesen szabályozatlanul ennek, és ezzel kioltotta, vagy kioltó félben van az ereje, ami tulajdonképpen szent. A feszültség így elenyészik férfi és nő között. Szinte ez teljesen elenyészni a férfiak és a nő közötti feszültség. És ennek rengeteg jele van. Nyilván erről lehetne beszélni, de fölösleges. Elvileg egy férfinak sokkal érzékenyebben kellene reagálni például a nőknek a jelenlétére. És az a szituáció, amikor férfiak, nők el vannak szeparálva, pontosan ezt szolgálja. Nem prüdéria, meg nem álszentség, hanem erőakkumuláció. Hogy amikor két erő úgymond egymásnak van engedve, akkor nagyobb feszültségek találkozhassanak. Manapság
Ugye minden szabad ezen a téren, ezért a feszültség kezd el laposodni és elmúlni. A hétköznapi életben, tehát megragadható a szexusnak a mágikus oldala, de készen, egy erőként, amit készen kapok, készen szembesülök vele, és ha nem vigyázok, és ha közönséges ember vagyok, akkor áldozatául esek. Éppen Randolph ábrázolja a férfit, a nő és a nőt úgy, miszerint a genitáliák vidéke a férfinál pozitív pólus, a nőnél negatív, viszont a fejben helyezi el a centrumot, teljesen mindegy, hogy hova teszi. Tehát a lényegi centrum, a nőnél pozitív, és a férfinál negatív. Mit jelent ez? Hogy a nő az, aki diktál. Az egész folyamatot ő indítja meg. Ő az, aki a vonzást képviseli. Ő az, aki vonz alapvetően. Az aktív mozgást a férfi hajtja végre. Ő közeledik, és ő törekszik, és ő furakszik, és követel mindent, hogy a vágya kielégüljön. Amely, hogyha pusztán kielégülés, mint ahogy manapság szinte kizárólag erről van szó, nem mondom azt, mert túlságosan drámai lenni, nem mondom azt, hogy megalázza a férfit, de minden esetre erejét veszi. Ez biztos. Hát kell lenni egy olyan virtuális erőnek, uralmi igénynek, ami ettől bizonyos távolságba helyezi a férfit. Ahhoz, hogy néhány szót ejtsünk a vonzásról, sokat nem lehet egyébként, ahhoz hasznos, ha tudjuk azt, hogy Venusz mit jelentett eredetileg. Ugyanitt az egész tárgykörben Venuszról van szó, egy venedikus principiumról, annak a jelenlétéről. Ez a principium, mondjuk azt, hogy istenség, vagy a neki megfelelő intelligencia, hogy a nyugati mágiában jelöltek meg fokozatokat, tehát Venusz alá rendelhető intelligencia, vagy szellem, vagy a szellemnek a különböző famulusai, tehát mindaz a jelenségkör, ami Venusz istensége alá sorolható, viszonylag könnyen megidézhető. Az ember hívja, és szívesen megjelenik. Ez az erő szívesen megjelenik az életben. Egyszerűen azért, mert itt folyamatosan jelen van, ha nem is éppen manifest módon, de látens módon mindenképpen. Na most, térjük vissza Venuszhoz, aki nem istennő alapvetően, és eredetileg. Ez Hellázul átve, hogy fogalmazzak, alászállítása az eredeti koncepciónak. Venusz eredetileg egy numen. Nem köthető hozzá sem mitológia, sem történet, és semmi olyasmi, ami mondjuk a görög mitológiában burjánzik. Venusz egy erő, numen, egy isteni rendű, most ez már túlmagyarázása a dolognak, numen. És a jelentése vonzás. Az életben megnyilvánuló vonzás. Ez Venusz. Bájt, kecsességet és egyéb rárakódásokat is szoktak megjelölni jelentéseként. De hogyha már akár a bájt nézzük, az is a vonzásnak a köre. Ez aztán nyilván egy polgári módon megfogalmazott és kissé kilúgozott vonzás, de eredetileg azzal függ össze, ami a franciában charme, angolban charm, és a latinban carmen, ami a bűbáj, az igézés és az idézésnek az ereje. De alapvetően vonzás jelent, és egy nyers, személytelen erő, egy numen, Venusz. Rövid evel, szigorúan. Mert a Vénusz a kereskedéssel áll kapcsolatban. Latin szótárban föl lehet lapozni, és meg lehet nézni, szállítást jelent. Tehát Vénusz egy numen, vágyat is jelent, de ragadjuk meg vonzásként. Ha úgy tetszik, emberi vonzás. Semmit sem értő vallástörténészek erre azt szokták mondani, hogy egy primitív megközelítése a dolgoknak,
hiszen az emberi személyes tapasztalatból indul ki, és azt istenségekként általánosítja. Nem erről van szó. Nem a személyes tapasztalatból indul ki, hanem a személyes tapasztalatot veszi alapul. Pontosabban azt veszi alapul, hogy én vagyok az átélője. A teremtője is, az elszenvedője is, meg az átélője is mindannak, ami lehet és ami nem lehet. Tehát személyként is igen. Ha személyként, akkor ez a nyers és személytelen erő nyilvánvalóan ahhoz a kisebb erőkörhöz kötődik, amit a személyem jelent. Akkor nincs jelen annyira intenzív formában, hanem lefokozott formában és meghatározó formában van jelen. De hogyan élem át? Csak én élhetem át, és csak ha személy vagyok, akkor a személyen keresztül. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hétköznapi életben tapasztalható mozgásokat kivetítem, és egy isteni rendben helyezem el azokat, hanem a hétköznapi rendben elképzelhető és megragadható mozgásokat isteni rendből eredeztetem. Ott nyers, csupasz, itt személyhez kötött, ott intenzív, itt kevésbé intenzív. Szabad, itt egy testi valóhoz van kötve. Világos. Tehát Venusz, ha úgy tetszik, emberi vonzás. Mert emberként ragadom meg, de a lehetőségei nem pusztán emberiek, hanem tulajdonképpen az egész létre kiterjedőek. Most térjünk vissza, illetve forduljunk egy kicsit a föld felé ezzel a szempontból. Hát hogyan ragadható meg, akár itt és most, az úgynevezett emberi életben, nem mondok hétköznapi életet, úgynevezett emberi életben ez a vonzás. Ehhez egy doktrinális elemet kell segítségül hívni, ami egyben nyilvánvalóan tapasztalásból fakad, ez a szubtilis testnek a doktrinája. Ugye fizikai test, szubtilis test, kauzális test és énségi centralitás, ezt a négyességet, mint hierarchiát felállíthatjuk. Amikor ez megjelenik, tehát mondjuk egy férfi és egy nő között, tehát valódi polaritásról és valódi dualitásról van szó, akkor a tapasztalás és tulajdonképpen az énség érzet eloldódik a fizikai testtől. Ez kezd aztán működni, hogyha egy részleges eloldódásról van szó, amely egyre teljesebbé tehető, de már ahogy működésbe lép, ez az erő úgymond felszabadul. Legalábbis megnyilvánul. Hogyan szokott ez felkészületlen emberek életében jelentkezni? Úgy, hogy megbolondulnak. De ez tulajdonképpen nem baj, hogyha van egy uralmi centrum a háttérben, mégis nem is érdemes másképp belemenni a dologba. Tehát a szubtilis testhez köthető. Nézzük meg közelebbről a tapasztalást. Nyilvánvaló konkrét tárgyhoz kötődik. Vagy a vonzásnak van alanya és tárgya, az alanya mondjuk a nő, a tárgya a férfi közönséges esetben. Tehát egy személyhez kötődik, illetve egy személy kapcsán aktiválódik, aki valamilyen értelme komplemens és komplementer viszonyban van a férfival, és vice versa. A személyhez kötődik. Ez a komplementaritás, ami a személyek között megvan, meggyulladt egy erőt. Ezt az eloldást elkezdi működtetni. És ennek vannak eszközei, illetve eszközei, hát úgy szokott bekövetkezni. Evola erről részletesen ír, de hogyha valaki kicsit is figyeli magát, akkor tapasztalhatja, hogy szubtilis fokozatok vannak. Mondjuk az első fokozat az a tekintet, a látvány, de itt a szemeknek az egybe kapcsolódásáról van szó. Valamennyi férfi társam tapasztalta valószínűleg azt, hogy amikor egy hölgy tetszett és mélyen a szemébe nézett, akkor elindul egy, mint egy hőhullám, úgymond az ember. És azt hogy tapasztalja, hogy hogyan csapódik le az ember, nem, már kicsi zavarban érzi magát.
próbálja leplezni több-kevesebb sikerrel. Az igazán nagyok teljesen sikeresek ezen a téren. Egye meg ott ezen őket a szemek különben. A szemeken keresztül indul be tulajdonképpen egy gyulladási folyamat, amely elválasztja azt a létezésbeli aspektusomat a fizikai mi voltomtól, amely a fizikai mi voltomnak a hátterében áll. Ez azért fontos, mert ez az, amit tulajdonképpen, hogyha szexuális mágiáról van szó, ezt a fluidikus gyulladást perfektuálni kell. Hát ezt lemeszteleníteni, és a teljes intenzitásában megjeleníteni. Erről van szó, szépen hangzik az elméletben, de nem lehet mást mondani. Az első lépés ez. Mi a második fokozat, amely nyilvánvalóan kiegészülhet, nem kell feltétlenül szeparáltan kezelni, az az illat. És az illat kérdés, az jó kérdés. Ami az illathoz köthető, az valóban a szubtilis test. Ezt a mágia úgy hívja, hogy vámpirikus test. Az illatszerek, a mágikus illatszerek és füstölők, amennyiben hatnak, pontosan erre a létsíkra hatnak. Ezt aktiválják, ennek az elválasztódását segítik elő. Miről van itt szó? Tehát valóban szeparációról van szó. Arról, hogy egy bénult erőt, amely a testbe van zuhanva, fizikai testbe van zuhanva, eloldjunk ettől. És ennek megvannak a különböző fokozatai és a különböző módjai. Most itt a szexuális mágiának tulajdonképpen egy-két alapjáról beszélünk. Az illat hatóerő és ennek a vámpirikus testnek az aktivátora. Ezért az ember nem lehet feltétlenül híve a naturburs hónajszagnak. Tehát az illatszereknek jelentősége van. És mi a jelentősége? Nem önmagában, nem mint pacsoli vagy egyebek, hanem megkönnyíti ezt az eloldódást. Nyilvánvaló, mert ő Randolph ír, illetve konkrét recepteket ad, mert erről nem kell írnia, mert ezt magunktól is tudjuk. Nyilvánvaló, hogy egy adott karakter, ez egy adott illatszer, vagy egy adott illatkeverék alkalmas. Ezt úgymond racionálisan és intuitíve is meg lehet tudni, tehát ezt ki lehet következtetni. Ez feltétlenül. És hogyha ezt talál, egy adott illat, mondjuk egy adott hölgyhöz, valóban talál, akkor az valóban hat. És akkor kétségtelen, hogy lehet hallani olyat, hogyha talál egy illat, egy hölgyhöz, akkor tulajdonképpen a hatókörébe kerülő férfiak azonnal reagálnak erre. Tehát az illat, hát nyilván van a testnek egy kisugárzás, amely illatban is megnyilvánul, és ez nem kidobandó, ez egyáltalán nem, hanem ezt mágikusan lehet befolyásolni. Látvány és illat. És itt most lépjünk vissza, mert ezek nyilvánvalóan a vonzást fokozzák. A vonzásban mi a lényeg? Hogy a polarizáció a lehető legnagyobb legyen, hogy amikor az unió létrejön, akkor a legintenzívebb erőfelszabadulás következzék be. No. Az ember nem feltétlenül csak áldozat akar lenni. Itt lép be ugye a szexualitás mágikus, nem mágikus aspektus, hanem mágikus gyakorlata. És itt nem receptet adok, hanem egy attitűdöt próbálok érzékeltetni. Az aktív hozzáállásnak az attitűdjét. Mert hétköznapi szempontból mindez passzív. Felébred, bekövetkezik, a férfi engedelmeskedik a vonzásnak, utána megy, beteljesül az, amit beteljesíteni vélt, és aztán következik az üresség. Ez törvényszerű. Tehát az aktív hozzáállásban arról van szó, hogy én nem tagadom meg azt, hogy az erő jelen van. És nem tagadom meg azt, hogy az erő intenzíven jelen lehet. Ha
hanem egyszerűen azt csinálok, hogy hozzáteszek még egy, dobok rá még egy lapáttal, a saját erőmet teszem hozzá, vagyis akarom. Nem pusztán az áldozata vagyok, hanem akarom. És ez nagyon nehéz megragadni közönséges szempontból, mert ugye az első reakció erre az, hogy akkor ez egy művi dolog, így nem működik a szerelem, és egyáltalán. Egyébként ez nem igaz, mert sokkal intenzívebben működik, ha hozzáteszem ezt az akaratot. És ezzel az akarattal a háttérben, egyrészt engedem, hogy megviláguljon bennem ez a dolog, másrészt pedig bizonyos értelemben, és tulajdonképpen egyre fokozottú értelemben én vezetem. Mi a lényeg ebben, hogy most akkor a mágiában használatos hasonlatot, vagy műveletet hozzak fel? Ez tulajdonképpen invokáció. Vagyis egy erőnek a megidézése. Venusznak a megidézése. Venusznak, mint Numennek a megidézése. Ugye, Numen ad ezt akkor is, hogyha egyszerűen csak áldozata vagyok az erőnek. De ha invokálom, akkor már ebben is sokkal intenzívebb erőt tudok magam köré varázsolni. Tehát itt invokációról van szó, vagy, hogyha alvilági aspektust veszük, akkor evokációról. Tehát ez amikor alulról idézek föl, és amikor a magasból hívok le, az invokáció, és az evokáció tulajdonképpen a démoni entitásoknak a megidézése. És még hozzá fűzhetjük ehhez, hogy a démonok is lehetnek agatodaimonok és kakodaimonok, tehát jó indulatú és rossz indulatú démonok. Ez a hasonlat meg kell, hogy világosítsa azt némileg, hogy miről van itt szó a vonzásban, invokációról. Közönségesen miről van szó? Erőknek az evokálódásáról. Jön, elsodor, szétrombol, épít, tovább megy. Úgy, ahogy ő akar. Ha invokálok, vagy akár evokálok, de én, akkor ez a romboló és a konstruktív lehetőségek is sokkal nagyobbak. Hát adott esetben egy egész életet le lehet rombolni alapokig egy ilyen jellegű idézéssel. Mindig ennek az erőnek az idézéséről van szó, ha akár tudatosan, akár nem. A szerelmesek kapcsolódásában erről van szó, és vannak olyan aspektusok, amelyek megelőzik, vagy esetleg túlmutatnak a fizikai érzékeken való kapcsolódás körén, vagy esetleg kívülesnek ezeken. Tehát mindig az intenzitás fokozásáról van szó. Miben nyilvánul ez meg? Hát itt nyilvánvalóan szinte banalitás, a szerelmesek állandó egymást igénylésében, a kölcsönös jelenlét, a tértől és az időt szabta korlátoktól függetlenül. Ugye két poláris principium egymás jelenlétében akarja tudni egymást. Na most, manapság, ugye régebben ez, amikor nem kifejezetten mágikus eszközökkel csinálják, akkor leveleztek. A levelezésben óriási erő van. De nem irodalmi, meg egyéb ilyen tizellát és stílusbeli nagyszerűség, hanem valódi idéző erő, pontosabban az idéző erőknek az előkészítése, a hétköznapi levelezés. A manapság az SMS-ek és az e-mailek világában ez aztán egy dömpingé fokozható, és a telefon szextől kezdve ide elképzelhető megoldás rendelkezésre áll, de főképp azért áll rendelkezésre, hogy a dolgoknak az élét elvegye. Mert mikor vágynak jobban egymásra a szerelmesek? Ha nem lehetnek azon nyomban egymásé, hanem akadályok vannak közöttük. Na most, nézzük meg, tehát most játszunk uralmi közönséges. Tehát lehet látni, hogy mindig ezek között, a síkok között mozgok egy adott aspektus tekintetében. Mágikus szempontból mi ez?
az előkészítő fázis, amikor nem érintik egymást, és nem egyesülnek szexuálisan, hanem a feszültséget fokozzák. Ezt lehet tudatosan, vannak féltudatos megoldások, ezek a tradicionális társadalmaknak a megoldásai, a férfi és a nő elszeparálása. És vannak szintén féltudatos megoldások, mert mondjuk az egyik fél szempontból lehet akár tudatos, de mondjuk, és ez természetes, a nő ellenáll. Hát vegyük azt a példát, hogy tetszik, elindul a folyamat, és megindul egy udvarlás, de nem akarja. Ez arra szolgál, hogyha az ember elég okos, ezt most férfiaknak mondom, hogy a feszült, hogy ne keseredjenek el, és ne forduljanak el, és ne adják fel a dolgot, de ez arra szolgál, hogy a feszültséget felfokozza. Itt ugye ebben az esetben csak az egyik fél részéről tudatos a dolog, de hogyha elég okos a férfi, akkor ebből kellő mennyiség erőt fel tud szabadítani. Most egy kicsit ilyen Ovidius utánzó vagyok, mert ugye a Ars Amatória első felébe leége, hogy férfiak hogyan hazudjanak és egyeneket mit csináljanak, hogy őt megszerezzék, de a végén aztán leírja a nőknek is a különböző tanácsokat, hogy mit kell kerülni, mert egyenlőtlen lenne a dolog. Tehát ugyanezt szolgálja a nőnek a tartózkodás, az úgynevezett szemérme, és egyáltalán az, hogy fél, és nem akarja, és ebbe a körbe sorolható különböző megnyilvánulási módok. Tehát miről van itt szó? Idézésről, hogy erőnek a jelenlevővé tételéről, és felfokozásáról, maximalizálásáról, és tulajdonképpen ebben az erőben való megmártózásról a végén. De ahhoz, hogy ezt a lecsupaszítást végsőkig tudjuk vinni, ahhoz szükségesek ezek az előkészítő fázisok. Ez nyilvánvaló. És akár ösztönből megy ez, akár tudatosan. Akár egy természetes női tartózkodás szabja gátját az azonnali burbelebumnak, akár más. Akár egy tudatos felépítése a dolognak. És milyen végső lehetőségek rejlenek ebben? Elvileg mi történik gyakorlatban? Létrejön a szexuális egyesülés, mondjuk ez a fluidikus részegség, tehát a személyek által meghatározott határokon belül a maximum fokozódik, és az a hullám elönti a férfit mondjuk az orgazmusban, és alámerül, áldozatává válik ennek az egésznek. Ez az a pont, ahol tökéletesen meg lett hódítva. És való igaz, hogy a nők részéről természetes törekvés, hogy ezt a pontot létrehozzák, akár tudatos, akár nem. Hát, ha nem tudatos, akkor olyan megfogalmazások vannak, hogy akkor úgy érzi, hogy nem jó a férfinak, mert nem erről van szó, győzelemről van szó. Ki az, aki győz? Tehát ezen a ponton a szubtilis testnek a szeparálódása a lehetőségekhez képest a legmagasabb. És ebben a pontban a férfi kioltódik. Na most, itt nem arról van szó, hogyan lehet ezt mondani, nem arról van szó, hogy ezt elkerüljük, hogyha mondjuk ilyen témákban gondolkozunk, hanem arról van szó, hogy minél veszélyesebb legyen egyrészt, és másrészt arról van szó, hogy ebből úgymond nem egy személyes harc vonatkozásában, hanem önmaga vonatkozásában győztesként kerülje ki. Mert mi történik? Ugye létrejön az ejakuláció, ami egy szimbólum. Valóban kicsapódik valami. Egy fizikai szimbóluma az erővesztésnek. Ha ezt megakadályozom, és az orgazmust egy benső síkon emelem, akkor lehetséges olyan orgazmusnak a megtapasztalása, amelyben nem veszek el. De itt nem arról van szó, hogy ne vegyek részt a dologban,
se egyik fél részéről se, nem hidegfejű tervezgetésről és különböző aritmetikai műveletek végrehajtásáról van szó, hogy a dolgot késleltessük, hanem a gyönyörnek az átalakításáról és sajátá tételéről. És ugyanez igaz a nőre is. Mert ugyanezt elvileg és a gyakorlatban is végig tudja játszani. Hogy nem vészel mondjuk egy orgazmusban, vagy akár többen, hanem az erőt megtartja, és sokkal magasabb rendű, és sokkal erősebb rombolásokba viszi vele. Meg erő akkumuláció, és akkor egy uralt kisütés, ez lehetséges a nő részéről is, épp úgy, mint a férfi részéről. Nyilván, ha a nőnek orgazmusa van, akárhány, nem jelent veszítést, mert az ő saját természetétől nem távolodott el, és nem fordult ki belőle, nem veszítette el pontosabban saját természetét ezzel. És ennek megvannak a tudatos, féltudatos és tulajdonképpen ösztönös megnyilvánulásai a szexualitásban. És végül is ez mágia. Egyrészt a polaritás és a dualitás révén, másrészt maguknak a folyamatoknak a révén, és harmadrészt, hogyha ezt aktívan ragadom meg, akkor annak a révén, hogy én teszem, és ezt megpróbálom nem engedni, kicsúszni a kontroll alól. Paradox módon, tehát itt a kontroll nem azt jelenti, amire az előbb utaltam, hogy különböző bonyolult szorzások és osztások is ezáltal, hanem egy jelenlét aktiválás. És ez nem racionális önmagamra parancsolás, hanem sokkal csupaszabb és sokkal intenzívebb jelenlétnek az aktiválása. Tehát ez maga a szimbólum, maga a helyzet, maguk a folyamatok, és maguk az aktív lehetőségek lét fölötti és léten túli eredetre utalnak, és ebben a vonatkozásban lét fölötti és léten túli lehetőségekre. Az, hogy az ilyesfajta praktika mennyire megengedett a modern ember számára, az már egy másik kérdés. Mert a ejakuláció egyszerű visszatartása nem megoldás, azt meg lehet tanulni. És ha valaki nem uralja, akkor sokkal jobb, hogyha engedi, mint hogyha neurotikusan magában tartja ezt az erőt és feszültséget ellenőrizetlenül. Hát ehhez rendkívül magas kvalifikációk szükségesek. Egyáltalán ahhoz, hogy valaki ilyen jellegű praktikára adja fejét, nem adja a fejét, hanem ilyen jellegű praktikát határozzon el. Ezért itt lehetőségekről beszéltem, és nem tanácsot adtam, és nem egy dörgedelmet közöltem se a férfiakkal, se a nőkkel, hogy ha nem így, akkor elveszett emberek vagytok. Nem erről van szó. Megpróbáltam egy idealitást jelezni. Ehhez az idealitáshoz viszont olyan jellegű kvalifikációk szükségesek, amikor virtuálisan független vagyok a szexustól. Hát uralom az emberi szexualitást. Tehát az, akinek közönségesen úgymond szüksége van a nőre, nem bírja ki nő nélkül, annak semmiképp nem megengedett. Az csak veszíthet. Akkor is, hogyha megtanulja visszatartani az ejakulációt. Mert egy sokkal szubtilisabb, sokkal mélyebb síkon veszít. Ez az, amit nem szoktak észrevenni. Hallottam, szinte hencegtem, ezt tudom. Már egyetemista koromban, milyen jó, jolancsák, meg egyéb kínai tekercseket beszereztek, tanulmányozták, és akkor adj Uram Isten, de gyorsan és sokat, és akkor az eredményeket értek el. Mert hogy be tudta szabályozni azt, hogy a ejakuláció ne következzék be. Ez vakfitty. Ez egy fizikai trükk.
azt viszont nem tudta beszabályozni, hogy egy teljesen más síkon a női szeretőjének az áldozata legyen. A nőjé legyen a gondolata, az ereje, az ideje, pénze és egyebe. Az, amikor a szakkönyvek, hogy úgy mondjam, a mag visszatartásáról beszélnek, nem csak a spermáról, a fizikai spermáról beszélnek, hanem a férfi új eszenciáról, a lényegről. Azt, hogy a lényeg, arról, hogy a lényegiségemet megőrizzem. És adott esetben adekvátabb dolog kibocsátani a magvat egy adott síkon, és megőrizni az integritást egy mélyebb és szubtilisabb síkon, mint fordítva. Itt minden síkra oda kell figyelni. És csak akkor lehet azt mondani, hogy valamiféle előrelépést tettem ezen a téren, hogyha ezeken a síkokon többé-kevésbé, és virtuálisan inkább többé-kevésbé rend van.